Délben állj a templom kapujába. Az első embernek, aki akkor belép, Miklós lesz a neve. Őt szenteljétek püspökké. És valóban Miklós eljött a templomban, és az égi szózat szerint, ám bár eleinte tiltakozott, megválasztották és felszentelték püspökké. A kolostor szomszédságában élt egy elszegényedett nemes ember, aki úgy elnyomorodott, hogy betevő falatra is alig jutott. Három térhezmenés előtt leálló lánya azon vitatkozott egy este, hogy melyikük adja el magát rabszolgának, hogy tudjon segíteni a családon, és hogy a másik férhez tudjon menni. Ekkor ért a nyitott ablak alá Miklós püspök, és meghallotta az alkut. Visszasietett a templomba. És egy marék aranyat kötött nyeszkenőben. És bedobta az ablakon. A lányokat hitték, csoda történt. Majd egy év múlva, ugyanebben az időben, még egy keszkenő aranyat dobott be a második lánynak. Kisiettek, mert lépteket hallottak az ablak alól. És akkor látták, hogy egy piros ruhás öregember siet el a sötétben. Harmadik évben ezen a napon nagyon hideg volt, és bepalánkolva találta az ablakot. Felmászott a ház tetejére, és a kéményen bedobta az aranyat. A legkisebb lány éppen akkor tette harisnyáját a kandallószerű tűzhelybe száradni, és az pont beleesett. Az idő folyamán mégis kitudódott a titok, hogy a jótevő maga Miklós püspök. De kiderült ez abból is, hogy december 5-én, névnapja előestéjén, a hideg idő beköszöntével rendszeresen megajándékozta a gyerekeket mindenféle édességgel. Csak élete, de halála is csodákkal övezett volt. Mikor hosszú öregség után 350-ben meghalt, angyalok fogadták és vezették be mennyországba. Hajtónál valaki megállt, hajtónál valaki megállt, hó! Ajtónál Szent Miklós kopott,